Kedd délelőtt átadták az adományokat a Békés-megyei Központi Kórház Réti Pál Kórház gyermekosztálya részére. Egy közhasznú szervezet, az Országos Jótékonysági Vadászat minden évben a december 27-én megrendezett vadászat bevételéből az ország összes megyei kórházának gyermekosztályát támogatja. 630 ezer forint értékben tudtunk a Réti Pál Kórház részére adományokat átadni. A 2021-es Országos Jótékonysági Vadászat országos eredménye 42,3 millió forint volt, ami messze felülmúlta a korábbi éveket. Fejes László elmondta, a kezdeményezés története 2013-ra nyúlik vissza. A vadásztársadalom napjainkig 124 millió forintot adományozott gyermekosztályok részére. Idáig összesen 172 orvosi eszközt vásároltak, melyek minden esetben a legkorszerűbb, leginnovatívabb berendezések voltak. Ebből az összegből, amit rendelkezésünkre bocsájtottak a megye vadászai, ebből korszerű eszközöket tudtunk vásárolni a gyógyítás fejlesztése céljából, az újraélesztés tanítására újraélesztő babát, az újszülöttek szemvizsgálatára korszerű műszereket, korszerű fonendoszkópokat, húzoximétert tudtunk vásárolni. Fejes László kiemelte, a program attól is egyedi, hogy a kórház szakemberei választják ki azokat az eszközöket, amelyeket megvásárolnak nekik. Az Országos Jótékonysági Vadászatnak a legfontosabb üzenete, hogy a magyar vadásztársadalom nem egy zárt közösség, hanem a legmesszebb menőkig nyitott, olyannyira nyitott, hogy egy küldetésként tekint arra a társadalmi felelősségvállalásra, ami a karitatív programon keresztül testesedik meg. Az Országos Jótékonysági Vadászaton december 27-én azért jövünk össze mi magyar vadászok, hogy adományainkkal minden megyében legalább egy kórházat, azaz 19 megyei kórházat segítsünk, és hiánypótló orvosi eszközökkel támogassuk minden intézmény gyermekosztályát. A keddi eseményen az eszközök mellett az adományozó okiratot is átadták a kórháznak.